Dombrádon idén jubilált a Csülkös nap. Most megmutatjuk, hogyan fesztiváloztak a helyiek. Hagyományőrző rendezvényen vagyunk, így már 10. alkalommal rendezzük meg a Csülkös napot, egyben városnap is. Ez egy kétnapos rendezvény, és hát nagyon-nagyon jó a hangulat, ilyen eufórikus hangulatban vagyunk, mert hogy tegnap sikerült újra rekordot döntenünk, és már ez a 7. rekord. És az a célunk, hogy Dombrád a rekordok városa legyen. Az előző 6 rekord, 2010-ben a palacsinta sütési rekord, a Magyarország leghosszabb rétesét sütöttük már meg. Egy közös tűznél 120-an sütöttek szalonnát. A Tisza partján vagyunk, ugye, és a töltéskoronán 600 négyzetméter aszfaltrajzot készítettünk. Az elmúlt évben pedig légi palackpostát bocsátottunk fel az univerzumba. 1700 léggömböt eregettünk el 1200 résztvevővel. És ez azt gondolom, hogy csúcs teljesítmény a mi kis 4000-es városunkba. Így néz ki madártávlatból Dombrádváros címere, amit a helyiek színes pólókban formáztak meg az iskola udvarán. Az idei 10. Csülkös napon ismét sikeres volt a város rekordkísérlete. A mostani kihívás az volt, hogy Dombrád legyen Magyarországon az a település, ahol a legtöbben éneklik együtt a városdalát, mindezt a település címerének alakzatában. A július 22-i kísérlet sikerült, a rekord hitelesített, több mint 500-an tettek ezért. Mint 500 ember énekelte egyszerre a városdalát, és a refrén az valami nagyon ragyogó, mert hogy a refrén így szól, hogy szívünk együtt dobban, összetartozunk, Dombrád az otthonunk. És én azt gondolom, hogy ezt a refrént mindenki magába fogadva ma is így tesz, mert hogy sokan ellátogatnak erre a rendezvényre, magukénak érzik. A Csülkös nap a sportszeretőket is megmozgatta, kispályás labdarúgó bajnokságot szerveztek, ahol a környékbeliek, helyiek mérték össze tudásukat. A legjobbakat nem csak a futballpályán, hanem a bográcsok mellett is keresték, a főzőcsapatok finomabbnál finomabb étkeket készítettek a jubiláló Csülkös napon. Őzragut főzünk. Mi van benne az őzön kívül? Az őzön kívül zöldbab, gomba, burgonya, zöldség, sárgarépa, zelle. A szíve lelke, hallottuk itt oldalról. Ki a főző csapat? Mi a nevetek? Hát így, mi így összeálltunk csak. Móra. Móra és gimnázium. Tehát akkor az iskola képviselői őszfinomságot főznek. Megyünk is tovább, megnézzük, hogy a többi csapat mit főz. Itt valami lila hagymás finomság készül, mi is? Sziasztok! A lapcsánkára lesz egy tejfölös lila hagymás mártás szerűség, úgyhogy reméljük ízleni fog mindenkinek. Milyen a lapcsánka, a dombrádi lapcsán? Jó sok krumpli, burgonya, petrezselyen, fokhagyma és minden jó, ami bele kell még. Meg ki mit szeret? Megspékelve. Igen. Mivel? Tökkel. Azt is csak simán, esetleg darálva, vagy reszelve? Reszelve természetesen. Látjátok, ott van benne természetesen. Egy kicsit meglazítottuk, hogy ne legyen annyira kemény ugye a krumplitól, és akkor így egy kicsit lazábbá tettük, így vegyítettük egy kis tökkel is.
Szép napot kívánok! Mi készül itt Dombrádon a főzőversenyen? Ez most a Dombrádi Sportegyesületnek főz egy öreg szakácsgyerek, babujás, 70 liter babujás, 118 ember fog ebédelni. Szép napot kívánok! Mi készül itt ebben a jó nagy üstben, kondér? Sima, hagyományos kumplihújás. Meséljen a részletekről, mi került bele azon kívül, hogy sok-sok szeretet? És oda tettem a húst, jó bő hagymával, paradicsommal, paprikával, egy kis erős paprikával, de csak pikánsan, és azt teljesen lesütni, és akkor utána mehetett rá a zöldség sárgarépa, a karalábé, burgonya, és most utoljára belekerült a só. Kiket képviselnek itt a versenyen? Berecki Zsigmond általános református iskola. Általános iskola, már korábban is találkoztunk egy másik iskolával, hát sok sikert kívánunk! Babgulyás főzünk, és paprikás krumpli lesz. Mindenki babgulyással készül ezen a napon? Igen. Nem csak babgulyás. Hát ki milyen merfogó. De van-e benne csülök, hiszen ez a csülkös? Igen, volt benne csülök is, meg van is. Meg reggelire készítettünk kukoricakásás töltött káposztát a vendégünknek, akik főznek, úgyhogy... Hát minden próbálunk, sütemény, ma feldíszítettük a sátorunkat, meg lehet tekinteni, hogy milyen szép. Mindjárt meg is nézzük, kiknek főznek, kiket képviselnek. Kossuth Egylet, a Fidelitás itt van, úgyhogy a tanárok. És ellopták a fakanalat, megyünk oda megnézni, hogy hova is vitték kölcsönbe ezt a fakanalat. Szép napot kívánok, körbejár a kislányka. Mi készül itt? Babgulyás. Mindenhol babgulyás. Mitől másabb ez a babgulyás? Pörkölt, krumplival pörkölt. Igen, van ott a pörkölt is, tessenek beletekinteni, ott van. Mitől jó egy jó pörkölt? A hagyma, paprika, a magyaros ízektől. Ez minden benne van, akkor minden jó. Milyen a dombrádi étel, mitől másabb esetleg, mint mondjuk a megye többi táján? Hagymásabb és fűszeresebb. És itt lesz sósburgonya lesz hozzá. A főzőcsapatok remekeit szakavatott zsűri értékelte. Hogyan teljesítettek a dombrádi főzőcsapatok? Úgy gondolom, hogy nagyon jól, tehát mindenki kellőképpen kivette a részét, hogy a különböző tájjellegű ételeket elkészítsék. Nagyon finom ételeket kóstolhat meg a zsűri, úgy gondolom, hogy mindent megadtak, vagy megtettek a városvezetőség, illetve Dombrád város önkormányzat, illetve a csapatok, hogy nagyon finom ételeket varázsoljanak az asztalra. Milyen ételeket készítettek a főzőcsapaton? Elsősorban pörkölt félék voltak, hát amiben csülök, mint apró darabolt alapanyagokat fel tudtak használni, valamint gulyás ételek. Különleges étel volt a vörösboros csülök pörkölt káposztás trapacskával és egy fokhagymás tejfölös öntettel, de emellett számos pörkölt variációkat kóstolt meg a zsűri. Meg hát, ha jól láttuk, akkor nagyon sok csülkös babgulyás leves is készült itt a főzőcsapatok üstjeiben, kondérjaiban. Vajon hogyan pontozott a zsűri itt Dombrádon? Az értékelés szempontja során figyelembe vettük az alapanyagoknak a darabolását, a hőkezelési eljárások szakszerűségét, íz, illat, állag, valamint a tálási szabályoknak a betartását. A dombrádi csülkös napon azonban nem csak az ételeké volt a főszerep, a rendezvény hivatalos megnyitója után például Vince Enikő és kislánya Blanka énekelt el közösen a város dalát. Egy csúra kring a hullámzó vizen, egy kósza szellő a tiszta partján így üzen. Otthonunk. A kácsvágnál
Majd a helyi fiatalok is bemutatták tehetségüket. Minden alkalommal itt vagyunk, nagyon változatos programok, főzőverseny, kikapcsolódás, egy kis felüdülés a gyerekekkel, unokákkal egyaránt. Te miért szereted ezt a rendezvényt? Nagyon kellemes, így összerázódik a város, és jó programok vannak. Miket kóstoltak, láttak eddig? Eddig most jöttünk, még csak a sört kóstoljuk. És mi lesz ez utánterítéken? Hát még nem tudjuk, nem tudjuk. Még... Egy jó kis csülkös babgulyá. Biztos, biztos lesz az is. Meg... Szeretik ezt a csülkös napot itt Dombrádban? Igen, persze, persze. Helybeliek? Nem, újdombrádiak vagyunk. Hát szomszédfalu. Akkor minden évben itt vannak? Nem mindig sikerül. Hát a feleségem általában itt van, de én nem. Meséljen az élményeiről. Az elmúlt években mit látott, mit hallott itt? Hát minden nagyon szép, meg nagyon jó. Nekem tetszik, nekem tetszik. A forgatag jó, nagyon. És a csülkös nap sztár fellépője Vastag Csaba volt. Away, a warm embracing dance away. Ever since the time we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Hölgyeim és uraim, egy fontos kérés következne, most figyelj mindenki, ismétlem még egyszer mindenki, legyen kedves magához képest balra eldőlni, oké? Dőljünk-e balra? Dőljünk-e balra? Hátra is balra? Balra! Oké, király vagy, másik király, jobb edő, jobb edő, jobb edő, jobb edő, jobb edő, és megint balra, gyere siá, táncolj velem! Love is just a glance away, a warm embracing dance away. Táncolj, táncolj! Ever since the night we've been together, love is at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers.